Addig sem unatkoztak a gyerekek, amíg az első futam indítására vártak, a többség a játszótéren foglalta el magát. A suli sárkányokat Balogh László köszöntötte. Azt gondolom, hogy minden olyan értelmes időtöltés, amely erősít bennünket közösségeink minőségében, tételében, az, az, az jó. És ezért jó, hogy van sárkányhajó fesztiválunk. A csapatok nagy reményekkel vágtak bele a napba. Nagyon versenyszentikus vagyok, és szeretném, hogyha jó helyen végeznénk. És ez csak akkor fog sikerülni, hogyha tényleg összhangban vagyunk egymással. Tehát, hogyha úgy, tehát együtt lélegzik a csapat, mert anélkül semmi értelme. A gyerekek szerint a sárkányhajózás több, mint egy izgalmas vízi sport, igazi közösségi élmény. Csütörtökön gyakoroltunk egyszer, lejöttünk, és egy fél órát tudtunk gyakorolni összesen. De szerintem jól ment, mert meg volt az összhang, az Anna jól dobolt, szóval szerintem jól tudunk kihozni ebből a versenyből. A Suli Sárkányra 10 általános és 9 középiskolai csapat nevezett. A fiatalok felkészülését a fesztivál szervezői is segítették. A legfontosabb, hogy együtt tevezzenek. Tehát ők még állóképességben nincsenek ott, hogy ezt a, ezt a sportágat versenyszerűen űzzék, viszont a tegnapi, tegnap előtti és az előtti napon gyakorolhattak egy fél órát, órát a gyerekek, és ott próbáltuk nekik megmutatni azt, hogy hogyan kell ezt a sárkányhajót mozgatni, hogyan kell minél előbb érni a célba. Szombaton már a felnőtteké a főszerep, a fesztiválra 34 csapat nevezett 5 kategóriában. A legnagyobb számban baráti társaságok lesznek, de céges kollektívák is indulnak. Továbbá négy település sárkány hajósai. Idén újdonság, hogy lesz egy happy futam is csak női, illetve csak férfiakból álló csapatok részére.